Most én köszöntöm a kedves nézőket, mert most kapok egy ajándékot, úgyhogy énekelni fognak nekünk. Mi lesz a dalnak a címe? Tudsz romantik sláger? Nagyon sokat. Tényleg? Dolgozzuk ma az egyik romantik dalunkot. A férjem ez most is bebizonyosodott, tehát 5 youtuber csak ült mellette, és néztek ki a fejükből, hogy Úristen, Gáspárékhoz jöttünk, megérkeztünk, de mégsem értünk oda, mert amit akarunk feltenni kérdést, lehet, hogy még idefelé a kocsiban nagyon mondtuk, hogy mit is megkérdezünk, sajnos most nem jut eszünkbe, és nincs rá lehetőségünk, mert Gáspár győző visszakérdez. Átszalári bomba! Szóljon az a gita! Megnézem az akkordokat. Mit nézel meg akkordokat? Van rég rossz, hogy akkordot nézel. Ez rossz, ez így meg csinálhat. Csinálja. Én azt hittem, hogy húzzal rá. Jó, a macsékom akkord. Ez egy átszalári bomba, átszalári bomba, bomba. Zsavó, zsasé, zsavó. Átszalári bomba, átszalári bomba, bomba. Ha nem szeretsz, hát akkor elmegyek. Egy mit sem ér az élet nélkülem. Manci babának ilyen volt, ő ilyennel jött tojást arulni. Tessék, csak tessék, itt a friss tojás. És mamának ilyen hangszerje volt, mama úgy hitt ezt a hangszert, hogy buty-buty. Életemben nem gitároztam még, de átszalári bomba, átszalári bomba, bomba. És megtaláltam az akkordot. Na gyerekek, ezt a gitart, ha nem hagyjátok itt, nem tudom, ebben fogok állulni. Estére ezzel alszom. Te tudsz egyébként gitározni, Csajka? Na akkor valamit ma, valami, dáj, csinálj már nekem, hogy hagyj érzem azt, hogy te tényleg tudsz, no. Mehet, tessék. Minek kell behangolni? Hát rég rossz, aki behangol, akkor megkérdezik tőlünk koncerten, és művész úr behangol. Hova hangoljak, ha 21 éve hangolok? Ma hova kell behangolni? Jó, hogy azt nem mondod, hogy bemény oda a cipősboszt, ott felkészülsz, mert izgulsz. Ha hova? Hát csak rég rossz, ha valaki behangol.